Jaj. Na, hello mindenkinek, én vagyok a Farkas, és ebben a videóban, itt, mint itt te most láttok, amúgy én is itt vagyok, csak ez most rögzített videó lesz. Amit éppen láttok, az az L Ubuntu, mint Lajos, László, Lajtos, Lusta, mit tudom, milyen elbetűs szavakat mondjak még. Szóval ez itt az L Ubuntu, amit éppen láttok, ugyanúgy tartozik hozzá böngésző, ugyanúgy tartozik hozzá szoftverközpont, meg hasonló ilyen dolgok, mint a sima Ubuntuhoz, csak ez ilyen Windows-osabb felület, ezt lecsukom, mert szerintem teljesen fordítva csináltam. Innen a következővel keresett Google? Innen az asztalról? Aha. Hát jó, de ezt most szerintem inkább hagyjuk. Ez nem a Chromiumnak a... Asszát! Hülye, húzom Chromiumot és ott marad a súgó. Hát te hülye vagy, fiam. Jó, mindegy. Kellékek. Ugyan föntről kezdem el olvasni, jó? Tehát grafika, hang, videó, internet, iroda, játékok, kellékek, rendszereszközök, beállítások. Futtatás. Na, a futtatás az egy nagyon-nagyon vicces dolog, mert én nem tudom elképzelni, hogy milyen parancsot lehet futtatni. Tehát, valamilyen gyermek folyamatot próbált elindítani ezzel az összevisszasággal, na ez most nem sikerült egészen. Na, van benne egy olyan, hogy frissítéskezelő, természetesen ugyanúgy, mint a többi Linuxban. Próbálom itt megkeresni, mert valamilyen furcsa módon én teljesen el vagyok most varázsolva. És van hozzá még frissítés, pedig én azt hittem, hogy ezt már felfrissítettük. Jó, persze, akkor nyomjad. Persze, jelszót beírjuk. Azért van egyébként egyetlen monitorra rá tükrözve ez az egész, mert nem tud három monitort kezelni. Tehát amit itt húzok, az a jobb oldali monitoron is látszik, hogy ugyanaz van ott is. De most kicsit elveszem a kamerát, tehát ez három darab egyforma monitort kezel, nem kezeli szépen egymás utánba a három monitort, tehát kicsi csalódottságban menem. Na, nézzük, mik vannak itt. Ez itt a szoftverközpont. Jó, ezt a másikat megpróbálom lecsukni, ne zavarjon. Játékok. Próbáltam itt tesztelgetni egy pár percig, hát kapott összesen talán 10 percet, és nagyságrendekkel sokkal egyszerűbb, és mondjuk kicsit bugyutább, mint a nagy Ubuntu, és hát jó pár dolog például valahogy nem találtam meg. Nem igazán sikerült megtalálni. Valószínűleg az én hibám, mert nem adtam neki elég időt. Van előnye is, van hátránya. A hátrány az egyből látszik, hogy a három monitort azt nem nagyon kezeli, meg hát a beépített kereső. Itt van a szoftver központnak a jobb felső sarkába beépített kereső, például beírom azt, hogy Open. Na, és akkor egyből kidobja, hogy ugyanúgy itt van az OpenTTD, az Open Arena, tehát ilyen alapvető játékok azok ugyanúgy itt vannak. De amíg megy a frissítéskezelő, addig nem nagyon kéne telepítgetni. Kicsit szélére húzom, azért lássuk. Szerintem ugyanaz az Ubuntu-s lista egyébként, amit itt most éppen látunk, mint az előzőekben. Tehát szó szerint az ugyanaz a lista, csak kicsit le van talán egyszerűsítve ez a dolog. Van még egy előnye, ami nekem nagyon tetszett az L Ubuntu-nak, hogy van benne képernyővédő. Ó, oh yeah! Ezt mindjárt meg is mutatom. Tehát külön kezelője van a képernyővédőnek, úgy, ahogy az teljesen helyes. Beállításokban van. Még annyira nem ismerem a rendszert, tehát nekem ezt keresgetni kell. Itt van képernyővédőnek a kezelője. Na, a képernyővédő egy alapvető dolog, ami nagyon-nagyon viccesen néz ki. Nézzük meg. És akkor itt szépen, diszkréten, lassan hullanak az OpenGL-es ötágú sárga csillagok, hópehelyek, nem tudom mik ezek, mert úgy néznek ki, mint a kilapított emberke. Nem tudom, felvétel? Látszik? Látszik, jó. Tehát ilyen furcsa. Nincsen sok föltéve, tehát ezek itt mind szürkék, tehát ezek nincsenek föltelepítve. Ha tudod, kell keresni, ami van, illetve hát engedélyezni kell a kicsit mélyebb rétegekbe, hogy ezek működjenek. Mondjuk a GL textet azt nem értem. Tehát ez egy sima OpenGL textes, hogy mutatja, hogy mennyi az idő például, meg ilyenek, tehát ezt kell elképzelni. Ez nincsen föltéve. A Fuzzy Flakes, ez a lebegő
vacak van föltéve, meg ez a üveglámpa. Nem tudom, ismeritek-e ezt a üveglámpás ilyen maraságot, nem tudom mennyire vicces. Szálak, hát az mondjuk kevés. Knox. FPS-t mutassuk, oké. Na, és akkor előnézet. Sokkal kevesebb lesz így az üvegszál, mert leegyszerűsítettük. Azért így se gyenge, tehát ilyen összevisszaságot látunk. 9 FPS, talán 7 FPS az egész, ahogy így működik. És minden egyes szál külön működik, és hatással van a többiekre, azért ilyen aberrált. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy az egész nagyon lassan forog. És hát kicsit leterhelő. Na, mindegy, persze be lehet szabályozni, hogy maximum csak 3-4 szál legyen, stb. Kicsit gyengébb idegrendszerrel rendelkező emberkéknek, és hát rengeteg van, tehát le lehet tiltani, vannak ilyen bővítmények, meg mit tudom én, hogy asztalképek használata, véletlenszerű képválasztás, stb. Tehát egy egész kultúrát megoldás a képernyővédelem problémájának, azonban, ja, meg a kapcsolódás. Tehát a kapcsolódásnál azt az ikont használja ez a rendszer, hogy még nincs kapcsolat. Tehát ezt nem értem. Meg most is egyfolytában láthatóan a netről töltöm le a dolgokat, és azt írja, hogy azt látom, azt az ikont használja, hogy nincs kapcsolat. Tehát a kapcsolatmenedzser ebben a verzióban ezt az ikont használja arra, hogy van kapcsolat. Másiknál nincs. Nincs ilyen. Tehát annál mindenféle eseményre más az ikon. Meg az, hogy az Ubuntu-nál Chromium web böngésző van, nem a Firefox, természetesen azt is fel lehet majd tenni. Megint vissza kéne mennem a... Jaj, nem tudom, hol van. Még nekem is új ez a rendszer, persze annyira nem vágom ezt a dolgot. Illető programokat lehet ugyanúgy letölteni hozzá, itt alul látjátok, lehet látni, hát minimális szinten azért lehet látni. Openbox Config Manager, megjelenítés, testre szabás, frissítés közelő, ugyanúgy van kalkulat. Tele van olyan játékokkal, amikre sose lesz szükségem. Tehát Free Cell, Golf, Minesweeper, ugye ez az aknakereső. Irodában például, amit én nagyon sajnáltam, hogy nem a jól bevált irodai programot tették fel, hanem ilyen AbiWord-ös megoldással rukoltak elő, pedig az open source-os országból, mondhatnám így, azért sokkal kultúráltabb Office program is elérhető. Meg hát van ilyen, hogy MT Paint, grafikai szerkesztő, dokumentum megjelenítő, scan program keres, olyan scan program, ugye, ami a scanner eszközt vezérli, és a betöltött képeket ugye el lehet menteni akármilyen formátuma, lemezkezelő, karaktertábla, ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik, mint a sima Ubuntu, csak teljesen máshogy van elrendezve, és ilyen Windows közelibb, tehát segíti a megbarátkozást a... Ó, azért töltsd már be az ikonokat, légy szíves. Most nem sikerült az ikonok teljes mértékű betöltése. Minden ikon helyett egy ilyen piros X van. Remélem látni. Kicsit azért nevetséges. Na, be akarod tölteni? Nem mi. Akkor szíjjel gázt. Na, iroda, játékok. Egyetlen ikont se látok, de ilyenkor azt nem szabad leanyázni azért, mert közben megy a frissítés, és hát pont a kernelt, mint olyat, tehát magát a belső rendszert frissíti, úgyhogy nincs itt semmi hiba. Ami kellene, ugye az alapvető teljesítménymérésre is alkalmas játékok, mint például a 0AD és az Open Arena, ez a két Linuxos teszt, hogy is mondjam, csak tesztprogram az, amit szoktam használni, és akkor lemérhető a számítógép teljesítménye is, mint olyan. Úgyhogy nagyban más ez, ugyanúgy, ja, meg ilyen, hogy Ctrl-Escape. Tehát a Ctrl-Escape-re ugyanúgy följön a start menü, mint a Windows esetében. Tiszta érdekes. Ja, meg a kikapcsolás. Na, ezt figyeld. Kikapcsolásnál annyi lehetőségünk van, mint a állat. Leállítod? Újraindítod? Felfüggeszted? Hibernálod? Felhasználót váltasz? Kijelentkezel? Vagy mégse? Tehát az összes opció, ami létezik leállítás témakörbe, az mind felugrik. Tehát nem olyan puf, leállítom, az kész. Nem vagyok oda, hogy őszinte legyek a Google-nek a böngésző. Ja, meg itt van két ablak. Tehát ez a második munkaasztal.
Tehát a második munkaasztalra nem tudom, hogy lehet áthúzni a Google-t, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy megyek ide, és itt nyitom meg. És akkor itt lesz majd a Google-nek a... Ó, az mély piros. Tiszta piros. Hé, hey, ez fontos? Ez most piros. Ez mély lett piros. A sebessége egészen tűrhető. Persze ne felejtsük el, hogy egyfolytában frissítve van. Tehát a frissítési engine az előző ablakon, ugye az egyes munkaasztalon, amit itt ír is, itt vannak ilyenek. Meg hát értelemszerűen az Ubuntuhoz is tartozna Compiz Config Manager. Tehát azoknak az embereknek tudnám ezt az Ubuntut javasolni, akiknek egyetlen monitorjuk van, és most jöttek a Windowsos falvédőről. Ez az egyetlen eset, ami esetben én az Ubuntut javaslom, mert Windowshoz hasonlóan néz ki. Tehát nincs az a gyökeresen, teljesen más Ubuntus baloldali, ugye emlékszünk, a baloldalon volt az a függőleges csík, nincsen az a felső menüsor, amit a kezdő Ubuntusok nem is néznek, hogy van, van azt hiszik, hogy valami tálca, vagy valami hasonló. Ó, itt megjött egy ikon. Azóta gyorsan észbe kapott a csávó. Mindegy, átmegyünk a másik munkaasztalra, amit középen ír is, hogy második munkaasztalra, kicsit túl nagyítottam, ugye a Ctrl plusz és a Ctrl-minusz gombokkal lehet nagyítani ezt a dolgot. Na, azt akartam egyébként mondani, hogy nagyon tetszetős, mint olyan, tehát a sebességei is, meg a képessége is nagyjából ugyanazok, mint a rendes Ubuntunak. Az a hatalmas hátránya, azt most igyekszem meg is mutatni. Keresnem kell egyébként azokat a helyeket, amit meg akarok mutatni, mert én nem tudom még pontosan, hogy mi hol van. Na, ez, amit láttok itt, ez a monitorkezelő. Na, király, nem? Tök jó. Gyönyörű szépen a sima Ubuntutól eltérően kiírja, hogy a videókártyának a melyik portjába van dugva a monitor. De ettől függetlenül ez így nem jó. Tehát, kikapcsol, alkalmaz. Kész. És a másik két monitor gyönyörű szépen, kultúráltan, úgy, ahogy kell, ki is kapcsolja a picsába. Tehát egyszerűen szuperül működik. Csak abban az esetben, hogyha te szeretnél több monitort használni, akkor ezt felejtsd el ezt, hogy Ubuntu. Tehát ne. Open. Beírtam azt, hogy Open. Na, egyből lehet, hogy Open BVE, ugye a vasút szerelmeseinek, illetve hát a metró szerelmeseinek ilyen vonatszimulátor, tehát be lehet ülni a vonatba, és akkor lehet csapatni neki ezzelrel. Az a hatalmas előnye egyébként, hogy az Open BVE nevezetű program az Windowsosoknak, Mac-eseknek, Linuxosoknak, majdnem minden operációs rendszeren elérhető, magyar vasutat lehet hozzá letölteni, magyar metró vonalat lehet hozzá letölteni, magyar metrókocsit lehet hozzá letölteni, és akkor csapatod végül kék metróval, vagy a pirossal, vagy ilyesmi. Értelemszerűen az ottani közösségnek a része kell lenni, de mindenképpen megéri a dolog, tehát tudom javasolni. Éha! Hé! Hey. Apps basket! Ez mi? Itt úgy kell telepíteni, hogy be kell tenni a kosárba? Hogy mi van? Hülye vagy? Ezt nem értem. És a basketből innen kell telepíteni? Vagy ja, install csomag, még külön? Hú, de meg van bonyolítva. A sima Ubuntu-ba természetesen ez nem ilyen bonyolult, de én még így is örülök neki, hogy kicsit talán dupla védelemnek tűnik így első hirtelen történet felindulásra. Ettől függetlenül azért teljesen elfogadható, tehát nincsenek benne olyan hibák, hogy hát most kétszer kell. Először be kell tenni a kosárba, ilyen bevásárló kosárba, és akkor onnan még ki lehet venni azokat a dolgokat, amik nem kellenek, mert amik ezt nem tartom szükségesnek, tehát a sima install gomb, az valamivel talán egyszerűbbnek tűnik. Na jó, és akkor most föl van telepítve a OpenTTD, mint Transport Icon Deluxe, azt honnan tudom? Tehát se ikon nincs, se semmi nincs, értesítés semmi, és egyből betette a játékokba.
Hú, ez nagyon profi, hallod? Itt van fönn egyből. Na, bemegyünk ismét a játékokba, csak bénázok egy kört. Jobb gomb. Asztal hozzáadása. Ti, és asztalhoz hozzáadta. Ha-ha, egyből itt az ikon, de király. Na, ez tök jó, ez eddig nagyon nyerő. Mi nem csukódik be izé? Hogy? Kicsit furcsa még az a start menü nekem. 1.1.4-es verziót telepít, természetesen ez egy nagyon régi elavult verzió, de igazán nem lehet senkinek egy szava se, hogy őszinte legyek, mert természetesen az internetről ez bármikor, hogy mondjam, javítható ez a pici bugocska, hogy így őszinte legyek. FX. Nem más. GF, kings. Hoppa. Érdekes, nem? Airport, trees. Nem különbség kettő között. Ja, 002, aha. Na, hát itt van mindenféle eye candy. Nem tudom magyarul azt, hogy hívják, szemcsemege, vagy látványelem. Ezeket értelmszerűen természetesen azért hozzáadjuk, és akkor már sokkal jobban fog majd kinézni. Ez nem teljesítménymérős, hogy mondjam, ez nem teljesítménymérős játék, de ettől független azért, na, egyből meg is szépül, tehát a fák is szebbek, meg ilyesmi. Majd persze kell kicsit komolyabban menni ezt az ügyet. Mi az? Van egy levelem. Jaj, ne hülyeskedj már, ez komolyan küldött a rendszer nekem, mint felhasználó egy levelet, hogy fú, sikerült föltelepíteni azt a programot, amit te rányomtál, hogy kell. Hát te hülye vagy, nem? Hát te hülye vagy, és akkor jegyzeti menü. Tehát van egy ilyen, a Windowsnak volt ez a balloon area, tehát van egy ilyen terület, külön egy ilyen sarok, ahol megjelennek az ilyen értesítések. Na itt is ugyanaz történik. Csak ez most angolul írta ki a magyar nyelvű Ellubuntun, hogy sikerült telepíteni. Tehát ez a rész, azért még nem sikerült magyarítani, ahogy látom. Egyfolytában gondolkozom azon, hogy mit is... De hiszen ez kiváló. Na, ezt megmutatom még egyszer. Csak irányomtam egy jobb gombot középre, a következő menü ugrott ki. Új elem létrehozása. Például új mapa, üres fájl vagy parancsikon. Beillesztés valahonnan, mert valószínűleg te előtte másoltál valamit. Fájlok rendezése, növekvő csökkenő módban, név szerint, módosítás szerint, teljesen kiváló, és az alul van egy asztal beállítása. Na, és ez az asztal, amit látunk, olyan, hogy tapéta. Na, és akkor válaszunk másik tapétát. Na. Ez most annyira nem vicces. Tehát 2012-es boldog új évet kívánunk a 12.04-es Ubuntúval, hát ez annyira nem vicces. Hogy őszinte legyek, azért legyünk inkább stílszerűek. Na, keressünk hátteret. Na, de úgy, hogy nem írjuk be azt, hogy wallpaper, tehát csak magát az Ubuntut keressük meg. Itt valóban mindenhol ezt a kék hátteret látom. Nem tudom, valahogy nem akkora poén. Mint olyan ez a háttérmező. Mindegy, vissza még az első menüsorra, tehát az első ablakra, és akkor tapéta nincs, háttér színe, mit tudom én, középszürke. Jó, egész képernyőre kitöltés, csak a háttér színe, kész. Címkeszöge 11, címke, árnyékszín, ennyi. Egy lényegesen túl egyszerűsített, rendkívül könnyen megérthető rendszerről van szó, aminek az egyetlen hátránya, és emiatt a banánhéj miatt csúszott ki az én esélyezettségi listámból, mert nem támogatja a három monitort, tehát ez valami esélytelen. És ahogy elnéztem egyébként, a kettőt se. Tehát valamilyen hiba miatt a multimonitorral azért ennek nagyon súlyos gondja van, de azoknak, akik laptopoznak, azoknak, akik mit mondjak, tehát itt ilyen egy monitorral teljesen jól ellévő emberkékről van szó, azoknak az Ellubuntu egy abszolút kielégítő megoldás, illetve hát egy olyan olyan rendszer, ami szerintem minden szükségletüket kielégíti, és ennél szerintem nem kell több.
Még itt el fogok itt bongyorászni ezzel a dologgal, aztán szóljatok, ha meguntátok egy ilyen X megnyomásával valamelyik sarokba. Jó? Mi az, amit még be lehet mutatni? Alapértelmezett beállítások, asztali folyamat? Mi az, hogy folyamat? Hát ilyen nincs a sima Ubuntu-val, ez mi? Ajaj. Energiakezelő. Ez valószínűleg a laptoposokra vonatkozik, meg a akkumulátorra rendelkező nyomtatási sor alkalmazás. Hát az kurvára nem kell. SSH se kell. Frissítés figyelő az kell. Értesítési daemon. Az jöhet. Tanúsítvány kulcstároló. Lemez értesítések. Hálózati kapcsolatlétesítés. Blumen alkalmazás. A Bluetooth kezelő nem kell, mert az IHS-emben nincsen Bluetooth. Aztán ennyi. Van egy olyan, hogy haladó lehetőségek. Figyelem, ne érintsd, nem tudod pontosan, mit is teszel. A következő indításkor ezek fognak indítani. Jó. Még jó, hogy odaért a nagybetűkkel. Úgy állítottam volna minden, mint állat. Na. Feladatkezelő, felhasználók csoportok. Ja, és itt ebbe az Ubuntu-ba is van természetesen a vendég. Vendégfül, ami nagyon helyes, hogy őszinte legyek. Csomagtelepítő, iBus. Na, téged hogy hívnak, fiam? Rendszereszközök, dátumidő, szoftvercenter. Ezt miért nem írták el szoftverközponttá? És utána még a pici súgója, az a fekete is angol. Hát szégyentelen, csomagtelepítő, system profiler és benchmark. Ez például nagyon hasznos dolog, ez az Everest. Ezt úgy hívják, hogy Everest. Ez a zsákba macska kereső program, mint az Everest a Windowson. Tehát rányomsz arra egy summary, mint összesítés, és de se tudom, hogy miért nem magyar, tehát szíjatok ezt. Beírja, milyen procéd van, mennyi memóriád, milyen operációs rendszert használsz, hogy hívnak téged, milyen hang, milyen videokártyád, milyen gombjaid vannak, milyen SCSI lemezek, nem tudom, miért írja SCSI-nak, mert egyébként SATA-ról van szó. Mindegy, milyen operációs rendszer részletekről van szó, milyen kernel modulokkal vagyunk főfegyverkezve, ebből még egy szót nem értek. Mindegy. Boots. Milyen kernel verziókkal indítottál az elmúlt időkben, milyen nyelveket használsz, fájrendszerek, képernyő, ugye monitor nullát, többit ezt kikapcsoltuk, környezeti változók, milyen felhasználóknak itt, milyen processzorod van, milyen memória használatod, PCI-os eszközök, tehát csatoló panelek, USB-s eszközök. Hí, nincs USB-s egerem. Úristen! Akkor mivel rángatom ezt az ablakot, bász meg? Nincsen USB-s eszközöm, mert beszarok. Nyomtató az tényleg nincs. De itt ki is írja, hogy nincsen nyomtató. Tehát valószínűleg a nyomtató kereső faszán működik, az USB-s kereső meg döglik megfelé. Igen, hát itt nincsen semmilyen elem, szenzor. Hűtő, ventilátor, hőmérséklet. Hőmérséklet. Te nem látok semmit, jó? Bemeneti eszköz. Na. Egyből. Bemeneti eszköz a bekapcsoló gomb. Á, de király vagy, bemeneti eszköz, bekapcsoló gomb. Mindegy, razer egér, igen, ilyen kimenet, olyan kimenet, input eszköz, olyan input eszköz, stb. Raktár, ugye értelemszerűen a vinyókra, illetve a DVD-írókra van szó. DMI eszköz, mint BIOS, alaplap, stb. Nyersanyag. Resource ez. Tehát, na hát ebből, aki ért valamit, annak nyugodtan kezet lehet csókolni. Network, mint... van LTH-m, mint hálózati kártya, 192.168, mindegy IP cím, ez a belső hálózati IP cím, ugye IP kapcsolatok, fú, milyen IP kapcsolatok, ez erre átirányítás táblázat, tehát ez pláne nincsen, mert az több azért kéne, benchmark, és akkor itt lehetne szivatni a processzort, op, el is indítottam véletlenül, lehetne szivatni a processzort ezzel a feladat csomagkörrel, 1,3 másodperc alatt megoldotta azt, amit a másik fél órán keresztül szenved, azt úgy hívják, hogy 1.5-ös Celeron. És van egy 172 percen keresztül szenvedős PowerPC, ami 280 MHz-es, tehát a mai mobiltelefonoknál lényegesen lassabb. Na, mindegy, ezt bezárjuk, mert ezt ismertük. Rendszereszközök, System Profiler, igen, itt voltunk az előbb, és akkor alapértelmezett beállítások, asztali folyamat beállításai, billentyűzetkiosztás, nem. Billentyűzet beviteli módon. Itt a Bluetooth kezelő, energiakezelő, hálózati kapcsoló, képernyővédő, amit én nagyon külön megtapsoltam, lemezkezelő. Ez is ilyen billentyűzet elhelyezés, illetve hát a gombok elhelyezkedése billentyűt. Megjelenítés, terzsaszabása. Na, de király. Nézzünk itt egy mintát, mert ugye kell egy minta. Ez alapján, a minta alapján fogjuk majd látni, hogy hogy állítom be.
a képernyőt, hogy milyen izék vannak. Nem is kellett volna a minta. Hé, nem változtat ezen semmit. Csak ez az ablak változik, de komoly. Mindenféle ilyen stílusok, fontok, formák, színek, nem tudom, hogy teljesen jó. És akkor van, külön színt lehet használni, ikontémát, kurzortémát föl lehet telepíteni, tyűha. Nem minden alkalmazás támogatja menet közbeni kurzor változtatást, ezért az itteni változtatások a következő bejelentés, lehet, hogy nem minden alkalmazásban fog érvényesülni. Nagyon szépen meg van fogalmazva, ablakkeret, és akkor ilyen keret, olyan keret, kis keret, nagy keret, vízkeret, fekete, zöld, szürke, szerintem ez az alapértelmezett teljesen jó. Van anti-aliasing, tehát élelmosás, javaslatok betolása, összes javaslat, persze, ne szarozzá. De ez is tiszta angol, tehát vannak olyan szekciók benne, hogy full angol az egész. Alkalmaz gomb, igen, köszönjük. Na, ezt bezárjuk. És hát nagyjából ennyi, tehát van olyan egy nyelvi támogatás, további illesztő program, configuration manager, ami, más se volt például, dock, júj, de jó, top left, van dock, lehet dockolni eleve, de komoly, margó, hogy milyen margóval nem helyezhet el, még maximalizált ablakot sem, de komoly, margózni lehet a monitort, nem tudom, ezt mennyire látjátok, na, kicsit azért elhúzom balra, jó, hogy azért lehessen szépen látni. Jó, így valamivel jobb. Na, desktopok. Mennyi desktop legyen? Legyen 3. Amount of time, sovereignty, 8 milliseconds. De jó. És akkor most 3 asztalom lesz. De jó, és akkor azt át lehet nevezni. Ez lesz az 1-es. És akkor másik meg a 2-es. Fú, de király! És tényleg megjelent a harmadik a dekomoly, és rámegyek, és azt írja, hogy 1-es, 2-es, de jó. 3-as. Nagyon jó, el lehet nevezni az asztalokat külön. Na, egér, focusing, ez is, az egész angol. Mozgatás, visszahelyezés, kihelyezés, ablakkezelés. All monitors. Ezt miért írod be, amikor csak egyet támogatsz? Te hülye vagy. Primary monitor, aktív monitor. Megjelenés, button order, micsoda? Ablakikon, ablak címe, neve, ugye ikonifál, maximalizál, bezár. Hát a felét nem is értem szerintem. És akkor vannak külön témák, hogy Mikachu, Natura, Onyx, tehát tényleg ilyen fekete-fehér ezerrel kikontrasztolt fors, ugye a nagyon-nagyon régi fekete-fehér, illetve sárga-fehér, sárga-fekete régi LCD-kről van szó, ugye, amit a régi közértekben még lehetett látni. És akkor újat lehet kreálni, illetve lehet letölteni újakat, stb. Tehát teljesen helyesnek látszik. Én ezt ismerem meg először, ezt az Ubuntu-t, én valószínűleg hát hogy mondjam, máshogy kezeltem volna ezt az egészet, de nagyon-nagyon zavar, hogy nincs benne multi-monitor támogatás, tehát egyszerűen nulla. Minden monitor pontosan ugyanazt tartalmazza, nem értek egyet ezzel a dologgal. Tehát valami nagyon-nagyon súlyos hiba van ebbe az ügybe. És akkor kétszer kell telepíteni. Viszont itt nagyon részletesen, ugye ennek a kosárnak van ám előnye is, tehát bepakolod a kosárba, és itt részletesen kiírja, hogy a játékon belül milyen szekvenciák vannak, tehát milyen patchek, milyen csomagok, minek, milyen verziószáma van, tehát mi pontosan mennyi, mire letöltött, tehát teljesen hibátlan. Úgyhogy ez már jöhet is akkor. Ugye ezt majd itt külön fogjuk majd látni, ezt meg lecsukom, már nem nagyon kell. Tehát azt kell mondjam, hogy abszolút kellemes meglep, ezt bezárom inkább, mert valami hiba van ezzel. Nem tudom, mitől lett piros, na most meg kék. Tehát most helyes színe van. Na, akkor csináljuk azt, hogy Compiz konfigot is meg lehetne nézni. De azt meg még külön telepítgetni kéne. Most visszamegyek ide. És ki is írta, hogy egyes, tehát ne azt, hogy egyes csapat, vagy hogy
angolul ugye, hogy first, get software, úgy hívják, hogy com, piz. No packages van. És itt van, compiz, Windows Manager, itt van. AppBasket. Közben az Open Arena-t, mint olyat, kezdi már telepíteni, igen, mert két külön funkciója van, amit te nem kéne, illetve nem kötelezőképpen kéne lássál. Amikor a sima Ubuntu-ba te kiválasztasz egy programot és rányomsz arra, hogy insta, akkor ugye először le kell töltenie, ez az 50%. Tehát ha letöltött mindent, 50%, és utána kezdi telepíteni, és utána megy tovább, ugye 50%, 60%, 70%, 80%, 90% is kész. De ezt te nem látod csak akkor, hogyha teljes képernyőn... Jaj! Ezt most nem értem. Értelen egy kicsit, mintha megijedtem volna, hogy már azt is berakta. Na. Hó, kifagyott. Hagyott bezárva, nem? De érdekes, jobb bezártad, basz meg, még mindig itt van. Alapvető hibát érzéket. Ne felejtsük el egyébként, hogy mi frissítettünk egyet, és a frissítés után mi nem indítottuk újra, mert azt mondtuk, hogy majd jövő héten újraindítjuk. Tehát fő van frissítve a rendszer, és nincs újraindítva. Úgyhogy tolunk egy újraindítást, hogy lássátok a teljes sebességet is. Tehát természetesen a monitor... Most indul újra a gép. Nem fogjátok látni a felállási sebességet. Hopp, elment a kép. Ugye most indul újra az alaplap. Proci, minden lacok. A középső monitor gyorsabb. Tehát ott már töltődik a DMI pool data. Egy minimális türelmet kérek, jó? Közben itt leengedtem ezt a papírdarabot, hogy közben ez nem áll meg ez a videó. Így is láttok engem? Itt integetek, hogy hú. Itt vagyok a másik oldalon. Semmit nem látni, mind a három monitor tiszta fekete. Így integetek ezzel a fehér vacakkal, és akkor majd látjátok, hogy én itt vagyok még. Csak nem történik semmi. Hopp, elment a kép. De király vagy, haver. Erre visszajött. De haver. Na. Ennyi idő alatt indul újra a rendszer, mint olyan. Tehát van olyan, hogy ugye a sajátom, meg a vendég munkamenet, és a sajátomhoz ugye írtam jelszót is, na miért ne írnék, és a vendég munkamenethez természetesen nem kell jelszó. Azt azonban nem igazán sikerült megjegyeznie, hogy a másik két monitort azt nem nagyon kéne használni. Most mind a hárman megint ugyanazt látjuk, amit nem igazán értek. Mindegy, nem kell nekem mindent érteni. A frissítés után sem látja, hogy mi a fene van ezekkel a dolgokkal itten. Tehát a három monitort nem képes egymás mellé rendezni, és ez nem helyes. Ez abszolút a legkevésbé sem helyes. Azt keresem egyébként, igen, a szoftverközpontot, csak a szoftverközpont nincs kiírva, hogy szoftverközpont, az van helyette kiírva, hogy Software Center, tehát angolul. Ez abszolút nem helyes. Azt mindenképpen becsülendőnek tartom, hogy minden egyes esetben elkéri a jelszót abban az esetben ugyanúgy, mint az Ubuntu-nál, hogyha bárki változtatni akar valamit, és nem tudja a jelszót, akkor nincs itt a főnök, nem? Tiszta egyértelmű. Na. Szerintem rosszat telepítettem föl, amúgy. Tehát csak úgy mondom. De most nem akarsz telepíteni, vagy mi a? Halló? Ez megállt. Kellékek? Azért megnézem, hogy hova sikerült ezt betennie, mint. Chromium, AdWord. Már megjött egyébként a játék is.
lemezkezelő. Itt van. Igaz? Igen. Nagyon jól tudjuk. Nagyon durva eszköz. Figyelni és vigyázni. Igen. Na. De tényleg ilyen alapvető dolgokat. Igen. Igen, tudom, OpenGL. Nem volt bekapcsolva az OpenGL? Ezt külön be kell kapcsolni? Mi a hülye vagy? Tiszta hülye vagy, mi? Ablakok illesztése, shift. Rács felbontás 8, hát azért annyira nem kell durvának lenni. Nem látom, hogy hullámozna, csak azt látom, hogy így törik. De ez csak azért van, mert rángatom, mint a állat. Ja, meg az illesztő programmal is valami baj van, hiszen a videokártyához tartozó illesztő programot aktiválni kell. És ugye ez javasolt. Jaj. De hiszen ez kísérleti béta. Hát ezt inkább nem aktiválom, jó? Mert kísérleti bétával nem szokunk szórakozni. És most nem fog fölmenni az amd.com-nak a driver letöltésére. Így, ahogy van, a mostani helyzetben megnézzük a játékot, hogy hogyan működik. Közben felbontásokat nézek a játékon belül, és nem tűnik egyáltalán rossznak, tehát nincs semmi hiba, mint olyan. Szépen mindent meg kell állítani. Jó, felbontás az normális. Beállít, player, jó, az teljesen mindegy. Jó. Ami ide kell még, az a CG, Draw, FP. Nem. Draw, nem. Ajaj. Az, amit kerestem, az nincs itt. Az FPS kiírás, az sajnos nem tudom fejből. A szemem azért még jó, tehát valamennyire azért fogok majd látni. Úgyhogy... Ó, jó az. De még be is kellett volna állítani, hogy melyikkel megyek, melyikkel nem megyek. Egér is fordítva van. Hogy van? Én fordított egérrel megyek, tehát invert mouse-szal. Ezt valahogy úgy kéne, hogy előre, hátra, balra, jobbra, ugrása, görgő, kontroll, valamivel így jobb lesz, igen. Még az egér érzékenységet azért állították be szerintem a laptopra. Valahogy így. Aha, most már jobb. Ez meg szíjetlen, mert már túl sok. De valahogy így a kettő között kéne ezt eltalálni. Ó, ez meg már szíjetelő, mint menten. Egy masszív 40 FPS-t így alapangol látunk, tehát ennél sokkal több az, amit én látok szerintem. Na, szíje meg ezt. Tehát teljesen helyes. Ó, bekaltam! A textúrára egy szavatok ne legyen rendkívül csúnya. Értelemszerűen a játéknak az alapvető felbontása ennyi, tehát nincs itt hiba. Kicsit sötét a pálya, meg el van húzva. Nincsen elhúzva a függöny, hogy ne lássak semmit, tehát van benne egy kis sportszerű nehezítés a dologban. Ó, meghaltam meg, jó. Kicsit gyakorolnom kéne erre a játékra, mert nagyon rég nem lődöztem ilyen ügyben. Gyere már te. Ezt tudtam, hogy itt leszel. Fölveszünk egy kis életet. Ó, meghalt szegény. Ó, jaj.
természetesen a fegyverek, meg ezeknek a... Ó, már rakétával lő rám, figyeld, szülye. Akkor mi is rakétázunk, miért nekünk Zorda? Persze nagyon bénem azok. Na mindegy, szóval a játékot nagyon szépen viszi. Nincsen vese. Hopp! Na ennyi idő alatt ki is lépett. Teljesen hibátlan. Még a Compiz Config nem akar beállítani semmit, tehát valamilyen hiba miatt ez nem akar ablakot hullámoztatni. De szerintem azért nem akar egyébként, mert... szerintem OpenGL-es hiba van. Mert ő írta nekem azt, az OpenGL-en fut, de akkor az a játék, ami OpenGL-es, az hogy mehet ilyen szépen? Tehát ezt meg már akkor én nem értem. Viewport, Speecher, stb. Tehát ezek teljesen jó dolgok, de nem hullámzik az ablak. Tehát az az, ami nekem most kéne, hogy hullámozzon is. Nem akar. Tehát ez nem megy valami szépen. Megnyitási animáció. Törlés. De direkt a megnyitásra megyünk, ja, mert azt könnyen bejelöljük az összeset, ne hagyj már, vissza. Vízefekt, hát mondjuk azt nem nagyon kéne. Feljegyzés, grid, fényerő, telítettség, átlátszóság, szín, szűrő. De itt az OpenGL egyébként, tehát... Nem értem, hogy mi a baja. Egyáltalán nem hullámzik, megnyitási animációja sincs, tehát... Semmi. Olyan, mint a Compiz Configot, mint olyan föl se telepítettem volna. Mindegy, ettől teljesen függetlenül egy nagyon jól összeszedett kis rendszerről van szó. Aki most jött le a Windows-os falvédőről, tehát most akarja lecserélni az ő kis Windows XP-jét, mert beparázik azon, hogy valami baja lesz, az nyugodtan átjöhet erre, teljesen jó kis rendszer, képeket eltárolja, full HD és videókat viszi, mindenre alkalmas, tehát tele van játékkal, tehát tényleg rengeteg játék van benne, mindenkinek csak javasolni tudom, úgyhogy nagyjából ennyi. Én még megyek aztán tikonozok a többiekkel.